sarkány. Csapnári szomba még elő kerül, nem ér semmit az élet töketlenül. Mindig kell egy olyan gyerek a csapatba, aki felviszi a hangulatot, és én mindig ilyen voltam. Én nem tudom, hogy lehet, mikor én megszülettem, és feldobtak, és nem jó kaptak el. És ennyiből, de én mindig nagyon szeretem az életet, nagyon szeretek hülyéskedni, de én egy mindig jó színvonalon csinálom, hogy nem sértek meg senkit, van akit néha. Nekem az egész életem egy véletlen volt, és ez úgy sikerült, hogy megláttam ezt a három komoly gyereket, a Zolit, a Pityut, nem is három, csak kettőt. A állomásnál én vártam őket kártyázni a pullman kocsiba, mert a forradalom volt, és azok még ott álltak. Hát oda mentem hozzá, hogy miért álltok itt? Hát azt mondja, nem akarták megmondani minden, hogy ja, hogy még kifelé. Hát mondom, ha nincs ulti partner, akkor én is elmegyek, hát egyedül nem tudok játszani, mert akkor mindig én nyerek. Szóval akkor elmentem, az apám meg a restibe volt főpincér. Én szóltam neki, Fater, megyek. Hát az meg már úgy szeret, hogy már elmegyek a bundival, mert nagyon nem voltam olyan jó gyerek. És azt mondta, oké, fiam, azt mondja, vigyél egy-két kalbászt le a spejzból. És fölvettem a nagykabátom, a gojzervarot cipőmet, és szaladtam oda, én miatt a vonat bejött, odaérkeztem melléjük, és úgy jöttünk ki. Az egy nagyon hosszúdalmas dolog, hogy mi a siker, a szerencse. Én nagyon nehezen dolgoztunk az elejében, minden, a nyelvet megtanulni, az egy volt, hogy a szakmánk megvolt, szóval azért nem támaszkodtunk az államra, mi mindig dolgoztunk. De viszont az én szemszögömből én soha nem néztem vissza. Én mindig arra néztem, hogy valami lesz, és nem voltam soha hogyan mondjam, hogy én arra ízítem, na, hogy vissza kell menni, hogy mi azt gondoltuk, hogy mi nem is tudunk visszajönni. Szóval mi már úgy állítottuk be magunkat, hogy na, most ebben mi belevágtuk magunkat, itt meg kell a helyünket állni. És mi nagyon és nem mindig volt előkelő munkánk, nem voltunk mi mosogató gyerekek, voltunk mi ez, az, minden, de mindenkor, hogyan is mondjam, mosolyogva mentünk, akármit akartak csinálni. Mert még ez mindig jobb volt annál, ami volt abban a háború idő alatt. Szóval mindenünk nagyon jó, mindig jobb volt, mint ami otthon volt. Mindenhova én szerencsésen kerültem be, mert futballozni tudtam a rabdá, és az egyik a menedzserem, az volt a főmérnök a Fenevésennél. És volt egy Tihamér barátom, aki a főnök volt a Marvin Engineeringben, ahol dolgoztam, ahol az összes komáromi kezdett. Mindegyikünk ott kezdett, és valahogy összevesztem vele egy kicsit, valahogy nem jöttünk ki egymással, és elmentem a menedzserembe, és megmondtam, hogy te, én el akarok menni a munkából, azt mondja, mit csinálsz? Mondom, én esztergálok, marok, vagy amit, azt mondja, de értesz is hozzá, mondom, én be tudom mutatni, hogy van diplomám, én felszabadultam, és van diplomám, és akkor azt mondja, gyere. Ő volt a főmérnök a Penevésénbe is, akkor bevettek 1972-ben. És akkor jött ki a Penevésén első kemorája, ami Angolországban az első évben nyerte meg az első díjat. Akkor volt ilyen kemora verseny Angliában. 72-ben jött ki az első Peneflex, amit csináltunk. És olyan jó hely volt ez, hogy mi nem csak az alkatrészeket csináltunk, hanem minket bevontak a tervezetével, mert mindenkinek, mert ott volt nagyon sok magyar, német, angol, és mindig az volták, hogy mi, és ezért az Amerika is a legjobb ide. Hát annyiféle okos ember van, mindenhonnan elveszik a okosabb, és ott is ezt a formát alakították ki, hogy senkit nem tettek háttérbe, ha valaki szólt, arra hallgattak, és akárként, mert mindenkinek van valami jó elgondolása bármilyen munkába és bármilyen szerve. Mikor én ott dolgozom 14 évig, mindig ott csináltam én,
azt még mindig nekem adják ki, mert senki nem csinálja. Nem azért, hogy olyan jól csinálom, de nem akarnak vele problémát akarni, hogy elküldjék másnak. Én nekem is csinálják, működik, oké. És akkor én csinálom. De azért is van vagy 4-5 alkatrész, amit csinálnak abban a kamerában. Nem tudom, hogy milyen bajba lesznek, amikor tényleg engem elszórnak valahol, mert mindig én csinálom. Szóval, de biztos, hogy meg tudja már, mert nem egy olyan komplikált dolog. De mindig, és nem akarnak problémával üzni, és azt mondják, na, te csináltad, csinál. Egyen meg a szíved, most már hála Istennek nem kell kapálnom, vagy dolgoznom. Nekem vannak emberek, akik dolgoznak, én csak behozom a munkát, és kiviszem. Szóval én, van egy kényelmetlen kocsim, majdnem olyan, mint az, hogy milyenek voltak otthon? Trabant. Olyan szép szuszik és nem megy. Az a szép fekete hátul. Az a szép fekete hátul. És abban nagyon jó. És jó zene, az is jó. És abban járkálok, hozom a munkát. És én is marha erősen dolgozok. De már 1 órakor, 2 órakor eldobom a kapát. Megyünk a lányokhoz. Akkor elmegyünk vagy ide, vagy oda, vagy aircondition-nél jobb hely van. Tudod, azért dolgozni nem szabad sokat, mert ha sokat dolgozol, erre rájöttem, nekem megmondták, mikor kijöttem, és én nem jöttem rá, vagy 40-35 évig, hogyha sokat dolgozol, nincs időd pénzt keresni. Szóval most már próbálok rájönni arra a stílusra, hogy csak félbe vágom, és tényleg van valami igazuk. Így többet tudsz keresni. De most nem viccelem, hogy egyen meg azt. Nem tudom, hol adjátok ezt az izét elő, de hogy ez így van. Ez az életnek az egy izéje van. Hogy jó kedven, jó, és nem szabad sokat, mert akkor tényleg nincs időt pénzt keresni. És mindegyik gyerekemnek, mindenkinek lesz annyi, hogy... És azt mondom nekik, ha mi megbírtuk nyelv nélkül, és föl tudtuk magunkat dolgozni, akkor miért hagyja mind a gyerekemnek, hogy ne kelljen, mert az csak rosszabb. Azok is meg kell tanulni, hogy kell a pénzt megcsinálni, hogy kell dolgozni. És nem akarok én, hogy milliómos legyen a gyerekem, és akkor rajtam nevet, hogy na, az apám gürcölt, és nekem meg jól van. De azért van nekik annyi, hogy ők se halnak éhen, az biztos. Hogy az első két lányom, az első feleségem magyar volt, meg az anyós itthon volt, az beszélnek perfektül magyarul. Hát perfektül, hát jó, ha használják minden évben 2-szer, akkor jön, nem perfekt. De ők mindent megérteni, és írnak, olvasnak magyarul. De viszont a második feleségem amerikai volt, és én meg nem mindig voltam otthon, mert nekem nagyon sokat kellett dolgoznom, és az asszony meg nem tud nekik magyarul beszélni, szóval tehát ők angol is. És minden gyerek azt veszi fel, ami könnyebb. Őket nem adtuk be iskolába, vagy ilyenbe, hogy tanuljak magyarul, mert elsősorban nincs nekik az ambíció. De én mindig magyarul beszélek hozzájuk, és nagyon sokat értenek, de nem beszélnek. Mert mindig elküldöm a hűvösebb éghajlatra őket, és tudják, hogy miről van szó. A nagyobbik fiam már volt 2-3-szor otthon, a kisebbik fiam most volt először ott, a lányom még soha nem volt ott, de a fiam is eljött, és nagyon szeret. Nagyon szereti valahogy, nem tudom. Ez egy kényes dolog, erről nem akarok a végrendelőről, mert én soha nem halok meg. Én az életembe tején, és megmondtam, mikor én, ha meghalok, ha véletlenül valami rosszul jön ki, mert én nem fogok meg engem, annyian próbálnak, hogy életben maradjak, mert akkor sok szomorú ember lesz, nem akarok másképp kifejezni, hogy ha én elmúlok, és megmondtam, hogy mindig az én, nem akarok engem, hogy egy gödör társanak engem eltevesen, erről szó sincs. Én nem akarom, hogy engem sírassanak már, mikor kifinktam. Engem addig sírassanak, még életben vagyok. Akkor tudok velük már. Akkor elszórják oda a hamum, ahol én nekem mindig a legjobb. De ez is nehéz, mert én nekem mindenhol jól érzem magam. Szóval ez nehéz, az alárendeletben még mindig nem tudom, hogy hol szórják el az én hamuimat. De sok ilyen szórakozó helyek lesznek. Egybevéve, ahol engem elszórnak, és mondok neked valamit, jó, az egy nagyon kassa hely, ahol engem elszórnak.